Itt a Fit Balanszon nem olyan rég Norbi jött le a színpadról, és már is váltotta őt Réka, de én nagyon sok kérdésem volt így Norbival kapcsolatban, de mindent elfelejtettem, ahogy megláttam a pólóján, hogy az van ráírva, hogy űrhajós diéta. Űrhajós diéta. Mi az, hogy űrhajós diéta? A 80-as években a NASA kiadott egy szénhidrát alapú pont-diétát, és én 85-ben ezzel fogytam le. És ennek alapján csináltam meg az update-et is, csak az kategóriánként. És a lényeg az, hogy ezt a diétát én most felturboztam, kiegészítettem új ételekkel, kiegészítettem mozgással, és visszahoztam egy kis füzet formájában. Itt van a kis füzet, ezt adom mindenkinek ajándékba, és ha gyorsan akarsz fogyni, tehát ilyen keto diéta, az a 40 pont alatt nap, a 60 pont a low carb, a 80-as pedig a diabetikus, újra megcsinálva, és ebből a diétából csináltam egy nagyon komoly csapattal egy applikációt. Itt van a telefonomon, nézd meg, ingyenes applikáció, kinyitom. Itt van az, hogy diétám, ez a mai napom. Megettem 8 pontot, lemozogtam 10-et, most már egy 30 pontnál tartok, úgyhogy bőven ehetnék, 40 pontig mehetek. Naplóban itt adott hozzá, itt van ott ki. És a lényeg az, hogy napra pontosan tudja, mit csinálsz, és szóval sokat, szóval keveset eszel, szóval benne van több mint 3500 étel. Őrületes! Miket ki nem találsz? Hát, ugye, ez a jövő, menjünk az űrbe! 24 óra alatt 12 000 ember csinálja, úgyhogy csak a Facebook oldalon tudják letölteni egyelőre. Fantasztikus! És én látom az egész országban, hogy ki mit eszik, ki mit iszik. De meg tudom mondani, hogy a 18-22 éves nők éppen mit csinálnak 12 órakor. Na, mesélj! Esznek! És mit? Update, Cordon Bleu-t! Az igen! Fantasztikus! Jó, beszéljük arról is, ami a színpadon történt. Fantasztikus és nagyon erős kickboxórát tartottál. Ilyenkor a Rékával hogyan szoktatok készülni ilyen nagy rendezvényre? A Réka sehogy sem készül, mert van heti 6-7 fellépése. Innen is onnan jött 10 klovot Újbudán és itt a színpadon. Én meg sehogy sem készülök, mert én állandóan improvizálok. Tehát igazán annyit készültem, hogy a diétám miatt fölhízlaltam magam 81 kilóra, most 72 vagyok egyébként, és ezt a 9 kilót 16 nap alatt fogytam le a 40 ponttal. És ennyi volt a készülés, igazából ma reggel ettem először rendes szénhidrátot, mondjuk narancslevet. Az azért, hogy erős legyek. Az igen. Tehát aki használja és alkalmazza ezt az űrhajós diétát, le tud fogyni még nyári? Hát nézd, az első... Én nem voltam effektív nagyon kövér, csak egy kicsi volt rajtam, de az első nap 3 kilót fogytam, utána két napig napi egyet, utána minden a fél kilót. Ez nagyon jól hangzik. És ez nem erőködés, a test így engedi el. Nagyon fontos, hogy a testünk a szénhidrát hiányában elegendő más tápanyaggal átkapcsoljon ketogén zónába, és elkezdi a zsírbontást. Ez másképp nem működik. Szuper, szóval űrhajós diéta, Facebook oldal, valamint applikáció, ezeket kell megjegyezni. Így van. Köszönöm szépen. De még fejlesztjük, ez még nem a végleges. Lesz lennél még jobb. Kommunikál majd az óráddal, illetve kommunikál a vércukormérővel. Ó, van még ilyen a terve, vagy a tartsajodban? Nem mondok el mindent. Ne is. Jó, sziasztok.